Együttműködési megállapodást írnak alá a Józsa András Múzeum és a Nyírbusz Kft. Vezetői. A múzeum korábban már többször is igénybe vette a személyszállítással foglalkozó cég szolgáltatásait. Rémiás Tibor igazgató a megállapodás kapcsán elmondta, az intézmény dolgozóinak egyre több alkalommal van szüksége hosszabb belföldi vagy akár külföldi utazásokra, ezért tartották fontosnak, hogy szorosabb legyen a kötelék a céggel. Most az ügyvezető igazgató úr volt olyan kedves, hogy felajánlotta, hogy kedvezményt biztosít, ha rendszeresen akkor az ő szolgáltatásaikat igénybe veszük. Mi pedig a Kft. Tagjai részére pedig 10%-os belépési kedvezményt biztosítunk. Tehát ez mind a két fél részére véleményem szerint egy jól működő, hosszú távú megállapodás. Így néz ki az a baba hordozó, amelyet a jövőben a kisgyermekes szülők vehetnek igénybe a múzeum falain belül. Az intézmény a múltban már kialakított egy szoptató és pelenkázó helyiséget, de fontosnak tartották, hogy további szolgáltatások álljanak a családok rendelkezésére. A múzeumot ezzel baba barát helyén nyilvánítják, ilyen címmel korábban csak a Szívművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria rendelkezett az országban. Egy-egy kiállítás megtekintése az nem 10 perces intervallum, hogyha nyugodtan végig akarja járni az ember, és ebben segít a hordozó. Tehát ugye a sok lépcsőt már eleve le tudja győzni benne az ember. Nem mellesleg egy hordozóban ülő gyerek az ugyanazt látja, mint az anyuka, apuka, úgyhogy sokkal érdeklődőbb, és kibírják azt az időtartamot, amíg a szülők ugye itt tartózkodnak. Tehát itt kisgyerekekről, 2-3 éves gyerekekről, vagy még kisebbekről van szó. A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy a múzeum csatlakozik a Beporzók napja kezdeményezéshez. Ennek keretében március 10-én a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének munkatársai hívják majd fel a figyelmet a méhek és a beporzó rovarok fontosságára. Hók József elmondta, napjainkban a rovarok 30%-a eltűnőben van, így nagyon fontos, hogy főleg a fiatalok körében rávilágítsanak az élelmiszer előállítást érintő aktuális veszélyekre. A program keretében is arra szeretnék felhívni, hogy milyen fontos a megporzó világ, és bemutatni egy kicsit a méh családi életét. Itt azért a kaptárakkal, akár üvegkaptárral, akár valamilyen szinten egy látványpergetéssel, kis filmek levetítésével a méhek életét szeretnénk mutatni, és miért fontos a megporzás, akár a gyümölcstermesztés, akár a más élelmiszerek szempontjából, hogy felhívjuk a figyelmet a tudatos gazdálkodás irányában. Az előzetes program szerint a gyermekek megismerkedhetnek a beporzás folyamatával, úgynevezett bogárhoteleket készíthetnek, méhes mesejátékot és környezetvédelmi előadást tekinthetnek majd meg március 10-én a Józsa András Múzeumban.